az antocian oldat indikátor jellege. A bodza a vörös szőlő termésében, vagy az ibolya virágában található anyagok az antociánok. A glükozidok közé tartozó nitrogénmentes festékek ezek, amelyek a vörös káposzta és a cékla színét is adják. A kísérletben vörös káposzta levelét fölaprítottam, majd forrázatot készítettem belőle, a forrázat lehűlését követően az oldatot leszűrtem, és ezt követően kémcsövekbe töltöttem. Az antocian indikátor jellegét vizsgálva nátriumhidroxid oldat, illetve hidrogénklorid híg oldatát használjuk, pipettával pár cseppet adva jellegzetes színreakció figyelhető meg, az indikátor sajátságot figyelhetjük meg, előbb nátriumhidroxid oldatot adva. Jóval nagyobb mennyiségben a szélső kémcsövekhez. Illetve hidrogénklorid oldatot adva, szintén eltérő mennyiségben, a szélső kémcsőhöz nagyobb mennyiségben, míg a közelebbi kémcsőhöz kisebb mennyiségben csöpögtetve. A kapott színsor összefüggésben áll az oxóniumion koncentrációval, amelynek hatására az antocian elektronszerkezete megváltozik, és így más színt látunk. Hasonló jelenség figyelhető meg a szilva érése során, amikor a zöld gyümölcs színe teljes mértékkel átalakul.